flashmobot és interaktív énekóránt is tartotta Szent Efrém férfikar. A kórus Magyarország egyik legnépszerűbb vokális együttese. A köznevelési törvény módosításával megszűnt a magántanulói státusz. Mi lesz a 2.0 tanulócsoportokkal? És promúzika farsangi bál. Eredetileg a kórus kettéválásakor indították, hogy új tagokat toborozzanak, azóta pedig jókedvű hagyománnyá vált. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kálai Lajos. Jó estét kívánok! Budaörsi különlegességekről szól a mai adás, vagy legalábbis azok is lesznek a műsorban. Az egyik ilyen, hogy WC-deszka díszítő versenyt rendez a Herman iskola. A részletek hamarosan, de előbb a másik különlegesség, flash mob, azaz villámcsődület volt a városban. Aki esetleg nem tudná, ez emberek előre szervezett csoportosulását jelenti. Hirtelen jön létre egy nyilvános helyen, a résztvevők valami szokatlan csinálnak, majd a csoportosulás ugyanolyan hirtelen fel is oszlik. Nos, ezt a Szent Efrém férfikar tartotta. A 2002-ben alakult kórus Magyarország egyik legnépszerűbb vokális együttese. Alapítója és művészeti vezetője a Liszt-díjas Bubnó Tamás, Magyarország érdemes művésze. Egyébként nem csak flashmobot tartottak a városban, hanem két másik koncertet is adtak. Ez kicsit olyan, mint egy repszám, nagyon rövid idő alatt kell nagyon sok szöveget elmondani, úgyhogy próbáljuk már meg együtt, tehát amit el kell mondani, ezt segítek, Gospodi, próbáljátok meg. Gospodi. Pomiluj. Pomiluj. Ügyi. Hogyha van egy ilyen hang, csak próbáljuk meg, azt majd csatlakozzatok hozzá, ami Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jó? A Szent Efrém férfikar rendhagyó énekórán igyekezett megismertetni és megszerettetni az egyes számú általános iskola diákjaival a számukra talán kevésbé ismert bizánci rítusú keresztényvilág vokális örökségét. A gyerekek figyelmét játékos feladatokkal tartották fent, a közös éneklés után meg kellett számolniuk, hányszor hangzik el a dalban a Gospodi pomiloi, vagyis uram irgalmaz kifejezés. A lelkes iskolások alig bírták kivárni a végét, hogy bekiabálhassák megfejtéseiket, amik nagyon közel voltak a megoldáshoz. Mond. Igen, itt a jó megoldás. Mond hangosan, Léci. 75, így van. Bravo. Eredetileg mi nagyon szorosan kötődünk a magyarországi görögkatolikus egyházhoz, és már szinte mondhatom, hogy évtizedek óta, főleg Kelet-Magyarországon görögkatolikus iskolákban elkezdtünk csinálni ifjúsági koncerteket. Ott nyilván a gyerekek máshogy kötődnek és máshogy ismerik ezt a repertoárt, amit mi hozunk magunkkal. Viszont most lett egy olyan lehetőségünk, hogy minél több helyre el tudunk menni, most ebben az évben, 2020-ban, úgyhogy most ez a tulajdonképpen az évre a célkitűzésünk, hogy az ország egyik sarkától a másikig minél több helyre elmenjünk és csináljunk ilyen interaktív énekórákat. Mennyire volt ez autentikus előadásmód, és mennyiben a gyerekekre szabott? Maga a darabok, amiket éneklünk, az abszolút autentikus, tehát azok a normális repertoárunk részét képezik. Ugye az is egy elég színes és elég sokféle repertoár, amit mi a Szent Efrémmel éneklünk, mivel a görög zenéntől elkezdve a bolgáron át, a grúz, a szerb, a magyar és a nyugati zenékig mindenféle van a repertoárunkon. Most ilyenkor mindig megpróbálunk olyanokat találni, ami kuriózum, amit még valószínűleg nem hallottak a gyerekek, viszont általában olyan ritmusos egyházzenéket keresünk, amikre rögtön tudnak rákapcsolódni, hiszen ezek tulajdonképpen a saját korukban popzenének számítottak. A
az együttes névadója a 4. században élt Szír Szent Efrém, akit már kortársai a Szentlélek hárfája címmel illettek. Állítólag énekei sok embert vezettek vissza az igaz útra. Nevéhez méltón a Szent Efrém férfikar vállalásai, a keresztény világ vokális örökségének kutatása és bemutatása, a vokális kortárszene népszerűsítése és a magyar férfikari hagyomány ápolása. Van egy nagyon régi, tulajdonképpen 250-300 éves hagyománya a közép-kelet-európai férfikari éneklésnek. Ugye ez főleg a német Liedertafelektől ered, tehát ezek tulajdonképpen például a 18.-19. században ezek összejáró baráti társaságok voltak, férfiak, akik hát ilyenkor elengedett a feleségük, és ez volt a mai tévénézés helyett a program, hogy énekeltek. És innen indult el egy mozgalom, egy férfikari mozgalom, és igazából ez Magyarországra is begyűrűzött, és a 20. században még akár 40 évvel ezelőtt is számtalan férfikar működött országszerte. Ezek munkáskórusok, TS kórusok voltak, és aztán ez a mai napra nagyon megcsapant, igazából hivatásos férfikarból tudtommal mindössze 2 van az országban, tehát hogy nagyon kevesen vagyunk már, akik próbáljuk továbbvinni ezt a hagyományt, de mi amennyire tudjuk, minél inkább ápoljuk ezt és visszük tovább. Hasonló koncerten. Én még nem, de nekem nagyon tetszett. Szerintem nagyon szépen énekeltek, és nagyon izgalmas volt. Jó volt. Hasonló zenét hallottatok már? Volt már olyan, de ez engem most nagyon megérintett. És miért érintett meg nagyon? Hát, mert hallhattam azokat a hangokat, meg azt az éneket, amit még eddig szinte soha. És neked milyen élmény volt, milyen gondolatok, érzések születtek meg benned? Hát, hogy én is szeretnék ilyen csapattársukat, vagy nem tudom, embereket. Van köztetek egyébként, aki foglalkozik zenével? Én gitározok, és szeretek nagyon énekelni. És ez most valahogy változtatott a gondolkodásmódodon a zenével kapcsolatban? Igen, hogy milyen fajta énekek vannak, és hogy milyen nyelven is lehet, ilyen sok nyelven is lehet ugye énekelni. Énekelnél te is hasonló módon, hasonló énekeket? Felnőtt koromban? Hát, nem tudom, lehet. A Szent Efrém férfikar szinte egy egész napot töltött Budaörsön. A rendhagyó énekóra után és az esti fellépés előtt még egy meglepetés flashmob koncertet is adott a templom téren. Húdig verze dagi húraus, amparta van szange haró. Harallani, harallalo. Harallalo, davarislalo, tasi, tasi. Harallani, harallalo. Harallalo, da ahjedangori soria. Harallani, harallalo. A Szent Efrém férfikar repertoárjának változatosságát mutatja fellépéseik sokszínűsége. Március 24-én Bartók koncerten lépnek fel a Budapest Music Centerben, április 25-én pedig egy görög zsoltár énekesnőt látnak vendégül az Orientale Lumen keletvilágossága sorozatban a belvárosi főplébánia templomban. Ma esti vendégünk a 2.0 tanulócsoportok vezetője, Ruzsonyi Ágnes. Kezdjük, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az apropó pedig, amiért meghívtuk, az, hogy ugye a köznevelési törvény módosításával megszűnt a magántanulói státusz, márpedig akik önöknél tanultak, azok magántanulók voltak. Jellemzően, ha jól tudom, a Kessiári iskolában, de végülis mindegy, hogy hol, tehát valahol magántanulók voltak, és önökhöz jártak, tehát kicsikét úgy működött ez, mintha egy magániskola lenne, de azért ez mégsem egy magániskola volt. Na most ez a lehetőség gyakorlatilag megszűnt.
mi lesz a tanulókkal ez a beszélgetés témája és lényege, de kezdjük az alapoknál. Néhány mondatban foglaljuk össze, volt már nálunk, beszéltünk róla, hogy mi ez a 2.0 tanulócsoport. A tanulócsoportoknak van egy olyan sajátossága, hogy gyakorlatilag egy szabadságot ad arra vonatkozólag, hogy azokat a gyerekeket, akik oda járnak, úgy támogassuk, ahogy nekik jó. Nyilván olyan keretek között, hogy ők le tudjanak vizsgázni, de itt azért többet csinálunk, hiszen a tanulócsoportokban van arra is lehetőség, hogy egy picit rálássunk jobban a világra, picit az egyéni önálló munkát, illetve a csoportos munkát támogassuk, kicsit a gyakorlati életet jobban megismertessük velük, egy kicsit olyan, mint egy ilyen nagy család, együtt élünk velük, és egyébként meg úgy tanulunk, hogy valóban igyekszünk felfedezni a világot. De ebből azt veszem ki ezekből a mondatokból, hogy azok járnak az önök iskolájába, akiket a szülők nem akarnak az állami iskolába iratni. Részben nyilván így is van, de nagyon sok oka van, amiért egy gyermek hozzánk jár, vagy tanulócsoportba jár. Lehet ő élsportoló, lehet ő művész, lehet olyan érzékeny gyerkőc, aki a 30 akárányfős osztálylétszában nem találja meg a helyét, vagy egy magániskolát nem tudnak megfizetni a szüleik, de valami mást szeretnének. Nagyon-nagyon sok olyan oka van, vagy nagyon sokat járnak külföldre például a szülők. Nagyon sok olyan oka van egyébként, amitől egy gyerkőc inkább felénk irányul, illetve a szülők nyilván felénk irányítják. Na most a magántanulói státusz helyett lett egy olyan, amit úgy neveznek, hogy egyéni munkarend, vagy tanrend. De ugyanaz a kettő. Igen, de ezt minden évben kérelmezni kell. És kik kapják meg? Mi van, ha nem kapják meg azok, akik önökhöz járnak? Akkor egy-egy évet oda járnak, majd mennek az állami iskolába. Akkor amit felépítettek, azt lerombolják. Tehát ez nem olyan, hogy egy házat elkezdünk építeni, hogy ez lesz egy 4 szobás, majd folytatjuk, hogy lesz egy 10 szobás, vagy lesz egy 2 szobás. Szóval itt nagyon nagy hangsúlyt kell helyezni az alapokra. Így van. Emiatt a legszomorúbb a mi helyzetünkért a családok helyzete, mert hogy azt a fajta szabadságot vették el előző nyáron a szülőktől, ami azt biztosította volna, illetve azt biztosította eddig, hogy a gyermeküket úgy nevelték, és olyan irányban hagyták nevelni, vagy engedték egy kicsit oktatásban, nevelésben részesíteni, ahogy ők szerették volna. Hát ez megszűnt gyakorlatilag, és most még ilyen próbálkozunk egy kicsit a törvényi keretek mentén valahogy úgy segíteni ezeknek a tanulóknak, illetve családoknak, hogy a gyerekeknek a lehető legjobb legyen. Azt fogalmaztam meg magamnak pont ma, hogy nagyon nehéz elengedni egy-egy gyerkőcöt. Az utolsó csapvérünkig tele küzdünk azért, hogy annak a gyereknek a legjobb helye legyen, még akkor is, hogyha mondjuk máshol találják meg az útjukat. De lehet azt tudni, hogy mi alapján adja meg az illetékes hatóság, vagy nem adja meg ezt az engedélyt? Egyébként az oktatási hivatal jogosult. Oktatási hivatal, így van, de az egyéni munkarendnek hívjuk, vagy hívják, most már ezt az úgynevezett régebbi magántani státuszt az oktatási hivatalnál kell alapos indokokkal megkérvényezni, és akkor hát nem tudjuk, hogy mire adják meg, mire nem adják meg, vannak ilyen, meg olyan gyakorlati példák is már az elmúlt egy pár hónapban született ilyen döntés. Jó is, rossz is. Igazából az a tapasztalat, hogy hát a legrosszabb, tehát gyakorlatilag a legrosszabb helyzet alakult ki. Mert olyanok döntenek a gyerekek sorsáról, akik nem látnak bele az életébe, fogalmuk nincsen, hogy pontosan mi történik azzal a gyerkőccel, neki mi lenne a jó. Ugye a törvény úgy fogalmaz, hogy az iskolába, tehát a tankötelezettségű iskolába járása teljesíthető, kivéve, hogyha a gyermeknek az egyéni fejlődése szempontjából ez másképp lenne jó. Na most ki dönti ezt el, ugye? Tehát az oktatási hivatal fogja eldönteni. Akkor iránymutatások sincsen, tehát hogy azt mondjuk, hogy leírom, hogy sportoló a gyerek, és van nem tudom én milyen eredménye, akkor megengedik, de azt írom le, hogy magatartási problémái vannak, hát akkor szokja meg az iskolát, és nevelődjön De van ilyen iránymutatás, és vannak olyan gyakorlati példák, amik nyilván arra mutatnak, hogy minek kell benne lenni ebben a kérelemben, illetve az űrlapon mit kell mondjuk hozzá csatolni, milyen nagyon-nagyon nyomós indokokra kell hivatkozni. Nyilván egy ilyen sportoló gyereknek, akinek napközben van edzése, vagy rengeteg edzőtábora van, aki művész gyerek, és havonta többször lép fel, illetve próbák napközben vannak, hiszen módon ők nem tudnak iskolába járni. Az már egy kicsit nehezebb
eset, amikor nem nagyon tudjuk megfogalmazni ugye azt, hogy egy 36 fős osztályban, vagy 32-34 fős osztályban egyszerűen gyermek nem tud kinyílni, nem tud fejlődni, pszichés problémái lesznek. Na, itt lép be az, hogy vizsgálatot, milyen kicsinál, milyen vizsgálatot csinál vele, mennyire van rosszul az a gyerek, hogyan fogalmazza meg esetleg a pszichológus, pszichiáter, és vajon ezt az OHL elfogadja-e? Jó, de erre mondhatják azt a szakemberek, hogy azért vannak segítő pedagógusok az iskolában, hogy az ilyen problémákat megoldják. Nincsenek segítő pedagógusok az iskolában. Elméletileg vannak. Elméletben nagyon sok mindenki van, gyakorlatilag az utóbbi években a státuszok felére csökkentek, vagy már nincsenek, sajnos, illetve annyira sok a problémás vagy segítendő gyerek, hogy lehet, hogy 3 év múlva kapna egy fél órát esetleg a pszichológustól. Nyilván ez mindenhol változik, de hogy általában sajnos ez a helyzet. És mi van azokkal a gyerekekkel, akik sportolnak vagy fellépnek, és azért nem tudnak iskolába járni, mert idézőjelben nem érnek rá? Hát de azok arra se érnek rá, hogy önökhöz elmenjenek. Igen, csak egy olyan személyre szabott egyéni támogatást kaphatnak, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy hétig nem tudott jönni, de küldjük nekik az anyagot, esetleg egy konzultáción vesznek részt, sőt volt olyan is, hogy Skype-on tartottunk meg egy-egy foglalkozást, mert annyira sokáig volt távol egy gyerkőc, de ezeket sokkal könnyebben tudják pótolni. Akkor viszont adódik a kérdés, hogy miért nem magániskola, és miért tanuló csoport mindez, amit önök létrehoztak? Hát ha magániskola lehet, akkor legyen magániskola, vagy legyen alapítványiskola, mert azt a törvény elfogadja. Ez így van, így van. Sajnos egyre nehezebb ilyen iskolát létesíteni. Nagyon sokan megpróbálkoznak vele. A legaggályosabb az, hogy a törvényességi kereteket betartani egyre nehezebb. Nem csak azért, mert az épület vagy bár más tárgyi körülmény nehezen megvalósítható, vagy nagyon sok pénzből megvalósítható. Bár ugye nagyon sok állami iskolának nincsenek olyan feltételei, mint ami mondjuk egy alapítványi, vagy most akreditálandó iskolától megkövetelnek. A legnagyobb probléma azonban a személyi háttér. Tehát azt biztosítani, hogy a tanári kar folyamatosan jelen legyen, kifizethető legyen, vagy kifizetés alatt legyen, és mindig az adott órák meg legyenek tartva, ez is a törvényességi keretet jelenti egy magániskolánál. De akkor jól értem, ez nem lenne megoldás önöknek, mert mondjuk az a gyerek, aki egy hétig nem tud jönni az iskolába, mindegy, hogy az magániskola, alapítványi iskola vagy állami iskola, nem tud jönni, egy csomó hiányzása összegyűlik, és akkor nem lesz teljesített az a tanév. Igen, ez is egy probléma, de más oldalról közelíteném meg. Mondom, én azt látom, hogy ma Magyarországon a legnehezebb azokat a megfelelő és jó tanárokat megtalálni, akik biztosak lehetünk benne, hogy egy fél év vagy egy év múlva is ott vannak. És gyakorlatilag, és persze olyan körülményeket kell teremteni, olyan típusú tanárokat kell fölvenni, amit a törvény szabályoz. Most, ha ezt nem tudja az ember önhibáján kívül teljesíteni, akkor gyakorlatilag bezárásra kerülhet az intézmény. Budaörsön mennyien élnek ezzel a lehetőséggel nagyságrendileg, tehát hányan járnak a tanulócsoportba? Most ebben a pillanatban olyan 40-45 közötti a létszám, voltunk ennél majdnem kétszer ennyien is. Én arra esküdtem föl, hogy minden egyes gyereknek, akinek ránk van szüksége, akit mi tudunk támogatni, azoknak, ameddig lehet, mi adunk, amit lehet. Akkor nem nagyon bizakodóak? Bizakodóak vagyunk. Ha mi nem lennénk bizakodóak, akkor nagyon-nagyon rossz lenne már. Azt gondolom, próbálunk egymásba kapaszkodni. Nagyon sok tanulócsoport dolgozik együtt. Van egy resuli hálózat a Rózsa Ildi vezetésével, akik nagyon-nagyon sokszor öntenek belénk lelket, vagy egymásba öntünk lelket, és nagyon sokszor támogatjuk egymást, amikor már elveszettnek látszik minden. De azt gondolom, hogy sok-sok gyereknek, nem mindegyiknek, de sok-sok gyereknek lehetünk még támasza. De az elképzelhetőnek tartja, hogy valaki, aki most önökhöz jár, nem kapja meg ezt az újfajta egyéni munkarendet, ami a magántanulói státusz helyett lett, akkor járnia kell az állami iskolába, ahova jár mondjuk egy vagy két évig, mégse tud beilleszkedni, mégse jó az, és aztán megint visszajön majd önökhöz, engedélyezi az oktatási hivatal mondjuk két év múlva? Hát én ezt nem tudom megmondani, és ebben sajnos a szülőket sem tudjuk megfelelően támogatni. Bizakodóak vagyunk, és azt tudjuk, hogyha nem kapják meg ezt a státuszt, akkor van egy lehetőség arra, hogy
fellebezzenek, azt is meg kell próbálni. Én gyerekes anyuka vagyok, és azt tudom, hogy, vagyis aki ismer, tudja rólam, hogy az utolsó pillanatig mindent megpróbálok kiharcolni, de azt gondolom, hogy ezek a szülők, akik tudják, és biztosan tudják, hogy nálunk van a helyük, ők is ugyanúgy lehet, hogy a mi támogatásunkkal, de mindenféleképpen mindent meg fognak próbálni. De nem arról van szó, hogy az oktatásból írtsunk ki mindent, ami egy kicsit más, mint az állami iskola. Hát ezért államosították az iskolákat, hogy egyen tankönyv, egyen tanmenet, minden egyen. Hát ebben nem fér bele egy ilyen, hogy tanuló csoport, és majd a gyerek úgy tanul, ahogy neki jól esik. Nem, neki 6 évesen be kell ülni, és részt kell venni napi 4-5 óra. Sőt, az új NAT szerint ugye ugyanaz óraszámok csökkennek, de maga a tananyag pedig nő. Ez így van. Hát igen, ez egy nehéz kérdés, nem is nagyon tudok mit válaszolni, mert szerintem is valahol itt így van, de pont azért van létjogosultsága szerintem ezeknek a kisebb csoportoknak, akik egy picit ténylegesen alternatívabban tudnak működni. Persze nyilván azok az alternatív iskolák is nagyon jók, akik régiek és működnek már régóta, és egyfajta nevelési attitűdöt is segítenek, vagy ezt is tapasztalhatjuk. Nem csak az oktatási része fontos nyilván ezekben az iskolákban, vagy ezeknek az iskoláknak. Nálunk azt gondolom, hogy speciálisan olyan gyerekek érzik jól magukat, akik kisebb csoportban, szeretetteljes közegben, nyugodtabb légkörben, vidám légkörben, elfogadó légkörben szeretnének tanulni. Hát meg összességében az, hogy akinek van pénze, az járathatja magániskolába a gyerekét, és teljesen más tudást szed fel, mint akinek nincs pénze, és az állami iskolába járatja. Elméletileg ugyanaz a tudás, de gyakorlatban tudjuk, hogy nem ugyanaz. Ezzel egy icipicit azért, egyébként így van, alapvetően is ezt gondolom, de azért egy picit, ha megengedi, beszélni hát egy mondat erejéig. Örülök neki, javítatkozzak vele, sőt. Nem vita, abszolút egyetértek, csak egy pici hozzáfűzni valóm van, hogyha az a gyerek, és a szülője úgy gondolja, hogy nem csak az iskolája felelősség, amit az oktatásába kell, az oktatásáról beszélünk, akkor azért lehet otthon is együtt felfedezni a világot. Én csak ennyit szeretnék hozzáfűzni. Tehát azért az, hogy itt az egymásra tologatás megy, hogy a szülő azt gondolja, hogy csak az iskola azt gondolja, hogy a szülőnek semmi köze hozzá, vagy éppen keveset szól bele a szülő. Itt nagyon-nagyon-nagyon sok ellentét van azért, és közben elfeledkezünk arról, hogy a gyerekek nagyon nehezen, egyre nehezebben motiválhatóak, egyre nehezebben tekintjük őket, vagy egyre kevésbé tekintjük őket partnernek, és egyre kevésbé él az, amit tényleg én azért nap mint nap látok a mi szüleinknél, hogy együtt felfedezzük a világot. Szülőgyerek csak egy-egy napra, vagy egy-két-három napra elutazik, vagy csak a felhőket bámulja, vagy csak fest valamit együtt csinálni. Ez lenne fantasztikus, és ezt mi egy picikét próbáljuk pótolni bent a suliban is, nálunk a tanulócsoportban, de hogy ezért ezt muszáj elmondani, hogy ez az iskolai elvárások, meg a hatalmas nagy indulatok világában egy picit meg kéne állni és gondolkodni, hogy valóban én mit teszek azért, hogy a gyerekem teljesen jó úton legyen, vagy a teljesen saját útján legyen, és hogy valóban az iskolára támaszkodik a gyerek, vagy iskolára támaszkodik a család, vagy pedig valahogy közösen próbáljuk meg ezt. Érdekes gondolatokat fogalmazott meg. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is nagyon szépen köszönöm idejét. Amivel folytatjuk, olyan még nem volt, legalábbis Budaörsön biztosan nem. WC deszka tervező pályázatot hirdetett a Herman Otto általános iskola. A pályamunkák elkészítési technikáját nem határozták meg. A lényeg az volt, hogy minél izgalmasabb legyen. Ezért stílusbeli és egyéb megkötés sem volt. Lehetett akár fekete-fehér is. Egy pályázó több alkotással is indulhatott. 100 pályázatot adtak le a diákok. Ezeket szakmai zsűri értékeli, de a szervezők nyilvános szavazást is hirdettek. Az iskola közösségi oldalán lehet voksolni a legjobb pályamunkákra. A díjazottak nyereményeket kapnak, és nyomdalátogatás is lesz a jutalmuk. No meg persze az elismerés, hogy az ötletüket meg is valósítják. Az új díszített WC-deszkákat már tavasszal felszerelik majd a suliban. Műsorunk folytatásában a Promuzika kórus farsangi bájáról tudósítunk. Már a szervezők sem tudják pontosan hanyatszor tartják,
de az biztos, hogy a kórus kettéválásakor indították el a hagyományt. Nem örömükben, hanem hogy a megmaradt tagok összetartását erősítsék, és új embereket toborozzanak a jó hangulatú rendezvénnyel. Akkor voltak 11-en, ma pedig már 50-en. A bálon természetesen mindig a zenéi és a tánci a főszerep, de a promúzika kórus és fellépett énekével. A Gemini együttes zenéjére rokták a táncot ebben az évben is az egyes számú általános iskola aulájában a promúzika kórus hagyományos farsangi báljának vendégei. Nem csak az előadó számított visszatérőnek már a rendezvényen, a program felépítése is a tradíciókat követte. Egyedül abba volt egy kis bizonytalanság, hogy hány évvel ezelőtt is volt az első farsangi összejövetel. Volt, aki 8, volt, aki 6, Vitinkov Tamás budaörsi polgármester hagyományos megnyitójában pedig 7 évvel ezelőttre emlékezett. Ez nem a 8., ez a 7., de reméljük, hogy jövőre is te fogod megnyitni, és akkor aktuális lesz a 8. szám. Hát azzal, hogy a promúzika kórus báljához elérkeztünk, azzal gyakorlatilag a budaörsi báli szezon is elkezdődött, és ahogy látom, az elmúlt évekhez hasonlóan nagyon sokan vagyunk, és hát méltó az, hogy itt vagyunk az egyes iskolában, mert szerintem máshol nem is nagyon férnénk el. A bál felépítése annyiban mindenképpen hagyományos volt, hogy az elején most is gyerekek kedveskedtek egy kis műsorral. Az Érdi Bonton Tánc Sport Egyesület növendékei adtak ízelítőt tánc tudásukból. Magát a farsangi mulatságot pedig a vendéglátók indították útjukra egy klasszikus keringővel. Ha előre erre készülünk, és kiszámolom, hogy hanyadik bál, de én úgy gondolom, hogy ez a 6., és hát tulajdonképpen egy szomorú dologgal indult ez az egész történet. Annak idején, hát akkor 6-7 évvel ezelőtt volt sajnos egy kórus szakadás, ahol a budaörsi promuzika kórus ketté szakadt, és a mi karnagyunk, Tóth Csaba, aki a Magyar Rádió Kórusának a másodkarnagya, és tulajdonképpen 11-en maradtunk, akik elkezdtük építeni a budaörsi promuzika kórust, és hát kicsit nehéz volt eleinte a tagtoborzás, ezért minden alkalmat megragadtuk, hogy úgy közelebb vigyük az emberekhez a kórus éneklést. A kórus éneklésnek többfajta módja van. Van, amikor az ember elmegy egy komoly helyre, egy koncertbe, koncertterembe vagy egy templomba, és ott tart egy koncertet, de nagyon sok más aspektusa is van. Például, amit mi itt kitaláltunk, hogy legyen egy olyan rendezvény, ahol közel visszük az embereket ahhoz, hogy mit is jelent énekelni, és ahol sokkal könnyedebb dalokat és sokkal könnyedebb módon próbálunk hatni az emberek érzelmeire. Úgyhogy tulajdonképpen ez volt az a dolog, amit mi kitaláltunk annak idején, és az első bált még a művelődési házban szerveztük meg, ahol gyakorlatilag teltházas volt, kb. 100 fő volt ott a részevő, és akkor éreztük is, hogy gyakorlatilag ott ez a létszám volt így a maximum. Most is zsúfolásig megtelt az egyes szám általános iskola aulája jókedvű bálozókkal, így nem volt vitás, hogy jól sikerült a szervezés. Igazából én voltam a megálmodója ennek a bálnak. Úgy szerettem volna, hogyha Budaörsön van egy olyan rendezvény, egy olyan bál, ami egy picit a tradíciókat is ápolja, de azért egy mai világnak a megfelelő módon. És azért szerettem volna, egy picit legyen egy polgárias jellege, legyen megnyitója, legyen nyitótánca, és hát szép lassan alakultak ki most már olyan előadók, akik rendszeresen visszatérnek. Vitinkov Tamásnak nagyon szépen köszönjük, hogy minden évben elvállalja a fővédnökséget, és minden évben megtisztel minket, eljön, itt van végig a bálon, meghallgatja a műsorunkat, és meg is nyitja a műsorunkat. A tánca
nyitótánccal kapcsolatban is volt már több próbálkozásunk, de talán már azt hiszem az negyedik-ötödik éve az Érdi Bonton táncegyüttessel vettük fel a kapcsolatot, és nekem fantasztikusan nagy élmény, hogy kisgyerekekkel jönnek mindenféle korosztályból, és nagyon színvonalas nyitótáncot tudnak nekünk biztosítani. Ugyanígy visszatérő a Gemini is, akik igyekeztek a táncra vágyók minden igényét kielégíteni. Akkor él egy település, ha sok olyan lehetőség van, ahol az emberek össze tudnak jönni, beszélgetni tudnak, kikapcsolódni tudnak, táncolni tudnak. Budörs egy 30 ezres település, de azért nem annyira nagy, hogy is mondta azt valaki éppen októberrel kapcsolatban, hogy elég nagy ahhoz, hogy sok mindent nyújtson, de elég kicsi ahhoz, hogy mindenki ismerje a másikat, hogy egymásra köszönjünk a boltban, és örüljünk egymásnak egy-egy ilyen rendezvényen. Természetesen az est fénypontja most is a Promuzika kórus fellépése volt, akik igyekeztek egy kicsit könnyedebb, a farsangi hangulatnak megfelelő előadással emelni az est hangulatát. Mindig próbálunk egy picit más csinálni, mint amit eredetileg csinálunk. Azért én úgy gondolom, hogy a mi kórusunk azért egy nagyon színvonalas kórus. A karnagyunk, a Tóth Csaba, hát bevallom ő a férjem, tehát nyilván nem vagyok teljesen elfogult, de nagyon-nagyon komoly szakmai munkát végzünk, és én úgy gondolom, hogy nagyon komoly eredményeket is érünk el. Azért azt hozzáteszem, hogy a kezdeti 11 főből most 50-en vagyunk a kórusban. Szerintem ez a mai világban egy hatalmas nagy érték. És mindig egy kicsit könnyedebb műsorral készülünk. Volt már, hogy filmzenéket énekeltünk, volt olyan régi magyar slágereket énekeltünk, majd picit ilyen amerikai, jazzes dolgot fogunk. És egyébként mindig próbálkozunk azzal is, hogy a bálnak a dekorációja és egyéb dolgok is kicsit kapcsolódjanak ahhoz a témához, amit éneklünk. Most erre a legjobb példa a tavalyi bálunk, ahol a Tréfás Pisztránk című darabot adtuk elő. Az előételünk az füstölt pisztránk pástétom volt, és a dekorációnk is egy ilyen halas dekoráció volt. A mai egy picit ez az amerikai jazzes lesz, ezért vannak hangjegyek a dekorációban, meg mindenféle olyan dolog, ami egy picit előtt. Mindjárt átadom a stúdiót Eldési Zoltán kollégámnak, jön a Budaörsi Városi Televíziós sportmagazinja, utána pedig Hegy Iván és a Sportás műsor, de még ezek előtt most programajánló. Növényi eszencia partira hívják az érdeklődőket a Posztártba csütörtökön délután 5 órára. A terápiás minőségű illóolajok fizikai és lelki gyógyhatását, alkalmazását ismerhetik meg. A program ingyenes, de a férőhelyek száma miatt regisztrációhoz kötött, melyet a 0670 670 18 43-as telefonszámon tehetnek meg. Csillagtitkokkal a párkapcsolatban címmel tart előadást Veres Mónika az idei esztendőben rejlő sorsfordító lehetőségekről a Jókai Mór Művelődési Házban pénteken este 6 órától.
TIM, azaz a tudományos ismeretterjesztő és motivációs előadás lesz 10 éveseknek és szüleiknek pénteken este 6 órától az Ifjúsági Klubban. Az előadók Márka Szabolcs, asztrofizikus, Baracskai Angéla, éttermi cukrász és Szabó Balázs Máté humorista. És végül, de nem utolsó sorban, ingyenes filmmaratont tartanak a Bab térben pénteken 14 órától vasárnap 15 óráig. A filmek között ismert és elismert dokumentumfilmek és játékfilmek vannak. A részleteket a babtér.hu oldalon találják. A Városi Magazin legvégén megmutatjuk elérhetőségeinket, ha van véleményük, például a mai témákról, akkor hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk. És ne feledjék, a YouTube csatornánkon, illetve a honlapunkon minden saját készítésű műsorunkat megtalálják. Ha valamiről lemaradtak, akkor nézzék meg. Én mára köszönöm a figyelmet, viszontlátásra. Városi Magazinnal legközelebb pénteken 18 órakor jelentkezünk itt, a Budaörsi Városi Televízióban.